Az abátszalóki parton található abádi kikötőben kedden a hűvösebb idő miatt leginkább csak lehorgonyzott hajók fogadták az arra járókat, ám ha megfelelő az időjárás, családostól jönnek a hajó tulajdonosok. A kikötőben egy olyan 60-80 hajót tárolunk, ők jobbára itt vannak, tehát a nyári időszakban, amikor jó idő van, hétvégén megtalálhatóak nálunk, élvezik ugye a lehetőségeket, amiket itt megkapnak. Tavaly a nagy igény miatt egy sétahajót is beindítottak. Ezeket a járatokat naponta többször, hétvégén akár folyamatosan, óránként indítják. A tó adta lehetőségeket, a külföldiek mellett leginkább a keleti ország részben élők használják ki. Debrecen mellett lakunk Hajdúsámsomba, és most először vagyunk itt. A gyereket hoztuk el, a kis unokánkat, Mátét. A hajó kirándulásra szeretnénk menni, a Spongyabob hajóval. Strandidő hiányában kedvelt időtöltés lehet az ökotúra. A tópart kerékpárral járható körbe, a tavon pedig csónak és képzett vezető is rendelkezésre áll. A túrák során bemutatjuk a Tiszató élővilágát, növényvilágát, madárvilágát. Minden időszaknak megvan a maga sajátossága. Most még június végén járunk, tehát a fészkelési időszak második felében vagyunk, tehát éppen egy-egy fiókák, egy-egy madaraknál a fiókák már kikeltek, de még nem hagyták el a fészket. A Tiszatónál már szezon kezdet van, mondják a helybeliek, akik arra is felhívták a figyelmet, hogy az önkormányzat minden hétvégén koncertekkel, rendezvényekkel várja a nyaralókat és kirándulókat.